Na hát egy kis pihenő. Azt hiszem, hogy elérkeztünk a második részhez, mert ugye ez egy videóban nem fog beleférni. Ugye, hogy milyen jó volt ez az út? Tehát a királyerdő. Itt vagyunk a királyerdő közepében, Bihar Rósa előtt. Hát innen nem látszik, de előttünk áll az Albjarra szoros, ami Bihar Rósa és a királyerdő egyik legnagyobb szorosa, és ezen keresztül vezet ez az út, ami ugye Erdő Dámosról hozott minket idáig, és Bihar Rósán keresztül Belényesig fog vinni minket. Azt hiszem, hogy ez a 108-as jelzési út. Úgyhogy hát gyönyörű szép. Gyönyörű szép, hát ugye a királyerdő ilyen. Hát azt tudni kell, hogy ez a hegység Közép- és Kelet-Európa egyik legkarsztosabb hegysége. Valamikor a Kréta és a Jura korban keletkezett, aztán lelaposodott. Hát így alakult ki ugye, vagy ilyen a felszíne ugye a Erdő Dámosi fennségnek is, ami ezt jól prezentálja nekünk. Bihar Rósán mindenképpen meg fogunk állni. Sőt, igazából az lesz az utunknak az egyik fő attrakciója, hiszen rengeteg természeti látványosság található ott, úgyhogy jó lesz, hogyha Bihar Rózsa nevét megjegyzitek, és ha erre jártok, akkor mindenképpen beugrotok oda. Egyébként azt tudni kell még a királyerdőről és erről a helyről is, hogy legalább annyi természeti látványosság található a föld alatt, mint a föld felett, nagyon sok barlang van. De hát igazából erről is egy hosszú listát lehetne írni, nézzetek utána, és jegyezzétek meg ezt a települést, hiszen láthattátok, hogy eddig is milyen jó utunk volt, és hát még ezután jön a java. Na hát akkor most elmegyünk Bihar Rósa központjába, és onnan fogjuk felkeresni ezeket a turista látványosságokat, hát illetve egy részét csak, hát ugye mindet nem tudjuk. Megnézzük az érdekesebb részeket. Hát gyertek és nézzetek meg ezt az utat! Megérkeztünk Bihar Rósára, itt vagyunk úgymond a központba, és innen indulnak ki a turista útvonalak is. Innen indul például a Kutiló szoroshoz az út, illetve az Albjarra szoroshoz, amin ugye keresztül jöttünk, valamint a Falkó Kistály barlang felé is innen vezet az út. Bihar megyének, Szatmár megyének és Bihor megyének van egy közös programjuk, mégpedig a különleges természeti formák, illetve növénytársulások feltérképezése, illetve hirdetése, és itt találunk erre egy példát. Itt vannak például a híres futóhomok formák, amit itt jelölnek is. Megérkeztünk a Falkó Kristály barlangnak a parkolójához. Egy ilyen kis szépen kialakított téren lehet bemenni a parkolóba, illetve azt hiszem innen vezet egy turista útvonal is a Lazuri szoros felé, és egy jó kilátó ponton nézhetünk le a szoros völgyébe. De hát azért még szétnézzünk itt egy picit, mielőtt elindulnánk. Hát igen, azért itt adnak némi információt a hely gasztronómiájáról, állattartásáról, átvilágáról, porcelán művességéről. Ugye itt vannak a halak, a pisztrángok, van itt ugye egy pisztrángtelep is, illetve szerintem van több is, mert ez nem az a pisztrángtelep, ami mellett eljöttünk. És hát itt egy hatalmas térkép, ugye az egész királyerdőről. Igen, csak itt lehet lemenni. Azt mondja, hogy... Ajaj.
azért meglehetősen autentikus környezetben van ez. Nekem ez tetszik. Ez a kis bódé, ami mindjárt összeroskad. Hát akkor egy kicsit a bauxit bányákról és a bauxit kitermelésről. Ugye ez valaha egy bauxit bánya volt, de nem csak ez létezett, hanem itt sok más, ugye Bihar megyében és itt a Király erdőben, a Jád völgyében és környékén. Ugye a bauxit tartalmát a itt található érsznek 1890 környékén mutatták ki, ugye a Kolozsvári Egyetemen, miszerint 50%-os bauxit tartalommal bír az itt felelhető érc. Ehhez képest meglehetősen későn kezdték el ugye kibányászni, mint egy 10-20 évvel később, az 1900-as évek elején. És rengeteg alumínium ércet szállítottak innen, ugye többek között Nagyváradra is, az alumínia gyárba. Ez a gyár azt hiszem, hogy talán még mindig megvan. Ennek megfelelően ugye, hogy ilyen híres volt itt a bauxit bányászat, rengeteg hajtánypálya, illetve sodrony, dótkötél sodronypályát alakítottak ki, aminek a nagy része ugye már nincs meg, kivéve ezt itt, ami ugye szemlélteti, hogy hogy nézett ki régen egy... Így mutatom, hogy lehessen látni valamit. Szemlélteti, hogy hogy is nézett ki régebben egy kocsi, egy kis hajtány kocsi, vagy vasúti kocsi, és itt van az a kőzet, ami alumínium oxidot tartalmaz. Tehát bauxidot. Bauxit. Ez a bányáknak a rövid története. Természetesen ezeket a bányákat már bezárták, hiszen vagy nem érte meg kitermelni, illetve vagy kimerültek, hát ugye ez a két lehetséges változat van. Ja igen, és ugye itt ebben a bányában találtak rá ugye a kristálybarlangra, amit ugye farkú kristálybarlangnak neveznek. Egy fúrás során találtak rá. Egyébként a világon egyedül itt találtak, hát nem ezen a helyen, hanem itt a Király erdőben, itt találtak dinoszaurusz csontokat, ugye az alumínium oxidban. Na milyen helyzet, mi kéne? Éhes vagy? Na. Jó van, lassan egyette, hát... Itt lesz még ez. Nem veszem el tőled. Úgyhogy most induljunk el a kék körjelzésen, amely a Lazuri szoros fölé fog minket vinni, egy kilátópontra. Ahonnan le lehet menni a Lazuri szoroshoz, de mi nem fogunk lemenni, hanem körtúraszerűen egy másik útvonalon ide fogunk kiukadni. Ez, ha minden jól megy, egy fél órás túra lesz, úgyhogy gyertek! Na merre kell menni? Sok pihenőpont van itt a kilátó felé, de hát nem csoda, hiszen nagyon kaptatós a turista útvonal. Eszméletlen a kilátás. Hát nem hiába. Nem véletlenül nevezik ezt a helyet a Király erdőnek. A Király erdő területe körülbelül 1200 négyzetkilométer. Ugye délről a Fekete-Körös határolja, keletről a Jád völgye és a Vigyázóhegység, északról a Sebes-Körös, nyugatról pedig a Váradi, a Béli-medence, hát illetve a Nagy-Alföld. És csodálatos mészkők, képződmények találhatóak meg ezen a területen, nem csak a föld felett, hanem a föld alatt is. Na, innen az utunk már az erdőben fog folytatódni, és szerintem már nincs messze a kilátópont sem. A kutya azt tudja az utat, de egyébként megfelelően vannak jelölve a turista jelzéssel. Na hát innen már azért megint más aspektusából
figyelhetjük meg a királyerdőt, illetve ismerhetjük meg. Nagyon gazdag a növénytársulása ennek a vidéknek. Megtalálható itt a bükk, a gyertyán, a közönséges nyír, a hegyi juhar, illetve az ezüsthárs is, illetve a kocsánytalan tölgy, és persze sok más egyéb, de ezek a fő faformák itt a környéken. Ha lehet így fafajok. Kutya egy kicsit lemaradt. És megvan a kilátópont, én már innen látom. Ott a király, hát nem kellett sokat jönni. Aha, és a túra itt fordul vissza, a túraösvény. Úgyhogy, hát ez nagyon kellemes. Ott a mélyben hallani a pataknak az zúgását, és itt kanyargózik végig. Egyébként ez elég hosszú, igazság szerint nem is nagyon lehet rajta végigmenni, hát végig lehet rajta menni, mert én már egyszer végigmentem, de ott már azért néhol térdig érő vízben mászkál az ember, ugyanis a patak vize teljesen beborítja a turista útvonalat. Na hát ez csodálatos látvány volt, úgyhogy induljunk is visszafelé, immáron a másik útvonalon. Várjál már! Közben sikerült rájönnöm, hogy ez a körút egy tanúsvény, mert tele van ilyen tájékoztató táblákkal, mint ez. Itt például arról számolnak be, és azt prezentálják nekünk, hogy hogyan néz ki a Falku kristálybarlangnak a, hát a barlangrajza. Három bejárata van a Falku kristálybarlangnak, és az egyik alagútja, az körülbelül 90 méter mélyen van a kőzetben. Az azért elég hosszú. És itt vannak a különböző alumínium-oxid formák. És itt van egy hatalmas beszakadás. Egyébként még az is elképzelhető, hogy ez az egyik bejárata a kristálybarlangnak, csak nyilván ezt lezárták és nem használják. Megnézzük közelebbről. Azt mondja, hogy... Aha! Hú, basszus, ez tényleg egy bejárat? Azt a mindenit. Hát, úgy néz ki, hogy a kristálybarlangnak ez az egyik bejárata. De hát ember legyen a talpán, aki oda lemer menni. Szerintem még a kutya sem mer oda lemenni. Igaz, kutya? Lemersz oda menni? Mi? Hol vagy? Nem mersz te se lemenni, mi? Időközönben azon gondolkoztam, hogy ezt az alumínium ércet vajon leveszik a mélybe? Mert hogyha igen, akkor viszek haza egy jókora darabot. Azt a betyárját. Milyen érdekes szerkezete van. Fú, de kemény. Na jóval, megyek innen, mielőtt még rám omlik. Na és akkor most irány a Kutilor, azaz a fehér kőszoros. Sikerült megtalálni a Kutilószorosnak a bejáratát. Hát ugye a Kutilószoros az a fehér kőszoros, és 3 kilométeres a turistaút, másfél óra hossz alatt bejárható. De elég kacifántos az idevezető út, de hogyha valaki megtalálja ezt a patakmedret, akkor már sinem van, hiszen az idevezeti egyenesen a szoroshoz. Hát feltéve közel van hozzá, és nem egy másik patakmedret talál, ugye?
piros pont jelzésen haladunk, ami elvileg egy körutat jelöl, amely 3 km hosszúságú. Tehát valószínű, hogy nem ugyanezen az útvonalon fogunk visszajönni, legalábbis részben. Na, itt van egy kis forrás. Itt lehet inni. Aki megszomjazik. De ugye a leglátványosabb része ennek a szorosnak az körülbelül 1,5 km hosszúságban található, az nyújt igazán impozáns látványt az embernek. Ugye az utunkat 60-tól 100 méter magas sziklafalak fogják szegélyezni, ami szerintem minden a szorosból nem fog látszani, de én azt mondom, hogy higgyük el. Itt azért a kisebb domboktól nem nagyon lehet túllátni. Nagyon sok barlang megtalálható ezen a turista útvonalon és a szorosnak a sziklafalaiban. Itt van például az éneklő barlang, a tehenek barlangja vagy a hideg barlang. Azért ezeket nehéz fellelni, hiszen vagy ugye a sziklának a tövében érhetőek el, vagy pedig az aljnövényzet takarja, tehát figyelmesnek kell lenni, hogyha itt járjunk és a barlangokat is fel akarjuk fedezni. Úgy néz ki, hogy elérkeztünk egy nagyobb barlanghoz. Aha. Azt mondja, hogy... Hát... Nem írták oda magyarul, úgyhogy nem tudom, milyen barlang ez. Sajnos. De majd alá feliratozom a videóját. Nézzünk bele. Hűha. Aha. Na ez a barlang az, aminek az első 2 méter után a mély szakadék van. Itt látszik is, hogy befúrtak ilyen biztosítási pontokat a kőzetbe, gondolom ezen keresztül ereszkedtek le a mély szakadékba. Ez a turista útvonal annyira friss ugye, hogy még az ismertebb turista térkép alkalmazásokon sincs rajta. Úgyhogy hiába indítjátok el itt a Locust mappot, nem fog mutatni itt turista útvonalat. De megadom nektek a GPS koordinátát, amin keresztül elérhető ez a szoros, ami gyönyörű. Azt nézzétek, azt a falat! Találtam még egy barlangot, úgyhogy ugye itt sem hívja fel semmi a figyelmet rá. Arra lettem figyelmes, hogy egy ilyen kis kőből kirakott feljáró van, vagy kővel leszort feljáró van. És valóban itt a barlang. Ó, basszus. Azt hittem valami van ott. Bentem nem megyek. Nehogy valami medve legyen ott, de hát még egy barlang. Hát eljutottam arra a pontra, ahonnan már a szoros falai egyre csak alacsonyabbak lesznek, úgyhogy én innen visszafordulok. A piros jelzés az folytatódik még tovább. És itt már látszik a kis csordogáló patak is lent. Úgyhogy... Hát akkor azt javaslom, hogy nézzük meg a Lazuri szorosnak a fő bejáratát. Na és hát itt van Vihar Rózsa hivatalos sátrazó helye, amellett a patak mellett, ami valószínűleg a Lazuri szorosból ered, és a Rossi a patakba folyik bele. És itt van a Lazuri szorosnak a bejárata. Ugye a kemping mellett kell eljönni, keresztül jönni Lazuri hegy településén, vagy az Bihar Rózsának egy része, nem tudom, de az biztos, hogy Lazuri hegynek hívják ezt a részt. És itt találjuk a bejáratát.
A turista ott a kék körön megy, amely egyrészt elvisz arra a kilátóra, amit már mutattam nektek. Másrészt pedig ugye, hát illetve a kék kör a kilátó felé visz, de egyébként végig lehet menni a szurdokon teljes egészében, csak akkor már tényleg van olyan rész, ahol térdig ér a víz. És igazából innen már a szoros, igaz alacsony, de már a szoros falai között haladunk ettől kezdve. Hát ennyi volt ez a mai rész. Mutattam is valamit, meg nem is, hiszen nagyon sok szép helyet nem tudtam bemutatni. Lehetetlen. De hát majd egyszer talán az is sorra kerül. De hát addig is. Sziasztok!